Különleges képzés indult szerda délután a Neumann János Egyetem gazdaságtudományi karán, a Bács-Kiskun megyei kereskedelmi és iparkamarával közösen Kamara a vállalkozásokért néven indult kurzus. A képzés elindításának egyik célja az volt, hogy a hallgatók megismerjék a kamara munkáját és tevékenységét, a másik, hogy megfelelő vállalkozási és gyakorlati ismereteket szerezzenek, amit egy saját vállalkozás indításánál hasznosítani tudnak. Ez segítik az egyetemi órákon, egyetemi előadásokon túl azok a mentorok, vállalati gyakorló szakemberek, akik a projekt kidolgozása során mentorként vesznek részt, és ők konkrétan az adott ötletnek egyes részei, és az egész szempontjából nagyon hasznos és gyakorlati tudást fognak átadni. A mentorálás és a mentorok személye teszi igazán exkluzívvá a kurzust, hiszen a megye legismertebb és legsikeresebb vállalkozói segítik majd a fiatalokat. A kurzusra annyi hallgatót vettek fel, ahány mentor részt vesz a képzésen. Ez összesen 25 hallgatót jelent. A kiválasztás során fontosnak tartottuk azt, hogy megfelelő arányban vegyenek részt az egyes karokról a hallgatók. Ez volt a kiválasztásnak az egyik szempontja, hogy a műszaki, a gazdasági és az egyéb vetületek, szempontrendszerek azok a hallgatói csoportokban majd kiegyensúlyozottan tudjanak érvényesülni. A rangsorolásnál megnézték a tanulmányi átlagot, és azt is, hogy hány kurzust teljesítettek már a hallgatók. Korábban is volt már arra példa, hogy az üzleti és gazdasági élet képviselői vendégelőadással jelentek meg az egyetemen, viszont most egy teljes üzleti terv kidolgozásában fognak segíteni. A kurzus felépítéséről bővebb összeállítást láthatnak majd a csütörtöki gazdasági ablakban.